Augusztus 3-án kezdetét vette a 10. nemzetközi repülőnap a kecskeméti repülőbázison, ahol már kora reggeltől hatalmas sorok kígyóztak, hogy életre szóló élménnyel gazdagodjanak Európa egyik legrangosabb, legbiztonságosabb airshow-ján. A kötelékek azok mindig szépek és vonzóak, látványosak, és hát a Szuhoj 27-esre kifejezetten kíváncsi vagyok. A legelső repülőnapom, és már nagyon vágytam rá. Az esemény megnyitóján Hende Csaba honvédelmi miniszter köszöntötte a résztvevőket. Az évszázados magyar katonai repülésnek idén nagy ünnepe van. 75 esztendővel ezelőtt alakult meg. Pontosabban trianoni bujdossása után újjászületett a magyar légierő. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben mindazokat, akik partnereink a katonai repülésben. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm azon országok pilótáit és szakembereit, akik eljöttek közénk, hogy megmutassák mindazt, amit a repülésről két nap alatt egyáltalán meg lehet mutatni. A megnyitó után statikus és dinamikus bemutatók sora várta az érdeklődőket. A földi helyszíneken a szárazföldi technika rajongói ismerkedhettek meg a Magyar Honvédség képességeivel, fegyverzetével, technikai eszközeivel. Megtekinthették a szolnoki könnyűvegyes zászlóalj közelharc bemutatóját, valamint a Vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrségdandár díszelgő csoportjának programját. Eközben a levegőben egyéni és kötelék bemutatók kápráztatták el a nagy vasak szerelmeseit. Hatalmas sikert aratott az olasz légierő C-27-es Spartan szállítógépe, amely hatalmas mérete ellenére hajmeresztő mutatványokkal szórakoztatta az érdeklődőket.